mert sajnos jelenleg úgy veszem észre, hogy nem itt szórakoznak a fiataljaink, és itt abból adódóan, hogy itt már sokan játszottak, olyanok, akik eddig nem játszottak egymásra, azok valószínű, hogy esténként, szombat esténként itt fognak maradni, és remélem, hogy ez azért a következő alkalomra majd kicsit kiszélesedik majd ez a kör, akiket úgy szintén várunk majd a következő bajnokságra. A passzok, meg cselek. Ilyen cselek, meg előreadások. Összhang, szerintem. Ez így nagyjából ennyi fontos hozzá, szerintem. Mi egy olyan bajnokságot hívtunk életre, ami gyakorlatilag nem abba a kategóriába tartozik, hogy országos szinten jegyező van, de reméljük, hogy ez egy olyan kezdeményezés, ami talán tovább fog folytatódni. Valószínű, hogy ősszel az érdeklődése való tekintetben ismét megrendezzük ezt a bajnokságot. Az már természetesen a második forduló lesz. És hát a jelenlevékből már meg kell említeni, hogy Périek is vannak, méghozzá nem is kis számmal. És hát jelenleg ők nyerték az első három helyzetet az első kategóriába, ugye mert volt több kategória. Volt egy első kategória, amelyben 18 éves korig tartozó fiatalok tartoztak, és a 19-35 éves korig. A harmadik kategória az a kategória volt, amit hát ma találtunk ki, hogy azok, akik az első körbe kiestek, meg azok is játszhassanak, és ők is külön díjjal lesznek majd jutalmazva. Érdekesség az, hogy Dorogjak is itt vannak, meg a Périek is, meg Bábolnaiak is. Eredetileg pedig ez egy csak egy ilyen helyi kezdeményezés lett volna. Igazándiból ez szerintem egy olyan játék, ahol két vadidegen ember is nyugodtan el tud játszani igazándiból. Annyira nem fontos a kooperáció, csak az se rossz, ha van. Hát ez inkább már magasabb szinten. Igen. Fontos, hogy passzok, meg ilyenek jó helyre menjenek. Hát ez egy nagyon önszervezésszerűen bonyolítottuk. Saját kútfőből vettük az ötletet. Itt a Fidelitas helyi csoportja megszavazta, hogy az első rendezvényünk az mindenféleképpen egy csocsóbajnokság legyen. Jelenleg ezt tapogatózóan próbálunk, hogy gondolkozunk most egy dárt versenybe a jövőre nézve, illetve hát részt fogunk venni a 30-án rendezendő bicikliversenyen is, amit eddig a Fidelitas minden évben megrendezett, és hát ez a lényege, hogy minél több fiatalt szeretnénk erre a rendezvény sorozatra végül is összeszervezni. Reméljük, hogy sikere lesz. Nem muszáj jónak lenni. Csak gyakorolni kell.